Az ember sohasem lehet eléggé óvatos. Ha esik az eső, nem létezik, hogy kiengedjem kalocsni nélkül. Vagy ha hideg van, a sárját a saját kezemmel csavarom a nyaka köré. Nem, ha megfázik, kinek köhöget férkérem. Szerintem mindenki önmagának köhög. Ha, igen, egy ilyen legény ember, mint kegyen, az önmagának köhög. De egy férj, az halva megy, és annak a szegény asszonynak köhög. Egy férjnek éve vigyázni kell. Én vigyáztam is, ahogy csak lehet. De ki számíthat ilyen szerencsétlenségre? Megjegyzem, ilyet én még nem is hallottam. Na. Szavamra ez direkte érdekes dolog. Magának ez érdekes dolog. De zsény, de jó, hát maga azt mondta, hogy az uramnak a legjobb barátja. Az is vagyok. Nincs magával semmi részvét. Kérem, nagyságos asszonyom, hát ő fogadja részvétele. Köszönöm. És hogy kezdődött a dolog? Na, hát ide hallgass. Tegnap előtt este várom haza. Várom. Nem jön. 12 óra. Nem jön. 1 óra. Nem jön. 2 óra. Nem jön. Honnan tudja? Hát ha eddig nem jön. Mi nem siessen. Na, szóval elmúlt 2 óra, 3 óra. Nem jön. Na még csak az kéne, hogy egy fél éjjel 3 órára se érjen haza. Ha, szóval beállít nekem éjjel 3 órakor. Mondom neki, Simon, hol voltál? Bocsánat, de milyen hangon teszed neki mondani? Na, még a kottán is felékeljen magában. Szóval kérdem tőle, Simon, hol voltál? Nem felel. Még egyszer kérdem. Simon, az Istenért, hát hol voltál ilyen sokáig? Nem felel. Egy szót sem? Egy szót sem. Csak áll, mint egy hülye. Mint egy néma. És képzelj, ez tegnap előtt este történt, azonta egy szót sem szólt. Ja, és mit mondott a doktor? Mit tudnak ezek a doktorok? A tegnap két professzornál is voltam. Na, és? Hát is mindegyik azt mondta, hogy majd el fog neki múlni. Hát akkor rendben van, kérem. De ugye nincs semmi testi elváltozása. A testi elváltozás? Hát ennek mondom, egy-két kék folt van a hátán, hogy, de mi az kérem? Hogy kék folt a hátán. Hát igen, hát ha egy fér éjjel 3 órakor jön haza, az ember nem mondom nézni. Hova repülnek a tányérok? Ja, és most fekszik. De hogy fekszik, hát értek, ugye nem fáj neki semmilyen. Hál' Istennek, jól eszik, jár, kell, csak éppen nem beszél. Szerint barátom? Pedig milyen kedvesen tudod beszélni? Hát én mondta a legjobb vicceket az irodában. Ugyan, hagyja már az őt. Hülye vicceivel. Ha mi? Hát legutóbb is a egész iroda röhögött, amikor elbeszélte, hogy milyen trükkel csalja ki a nagyságos asszonytól a zseppénzt. Hogyan? Na, mit szolgozz? Hogy van, kedves? Na, mit szolgozz? Hogy mi lett ebből a szegény ember? Hát rémes, hát kész szerencsétlenség. Fáj valami? Hát a fáj, mitől? Ja, de semmi. Ha? Mindjárt jövök, fiacsám, csak megyek, elkészítem neked a 10 dolgait. Kapsz 2 itt tojást. Hármat! Hála Istennek, amit látom, azért szellemileg nincs baj. Na, miféle nagy szellemeség kell ahhoz, hogy valaki 3 tojást akarjon enni? A cigarettát, kérem, tessék! Na, mit szól lehet a szerencsétlenségre? Hát, hova akarok beszélni? Hát magával, hát tiéd ne!
mondta, hogy megrémult. Ja, hát az ő számára meg is néz. Már micsoda viccel már megint. Na, meséljen, mi történt? Nézze, maga megfogja ezt a dolgot érte. Tegnap előtt este felvettem a fizetésem, és akarok indulni az irodából hazafelé. Erre azt mondja a salgó, azon az ember. Vágóká, menjünk be a kék madárba. Ha, mire, maga? Ha? Én? Gondoltam. Egyszer nekem is szabad lokálba menni. Na és? És bementünk a lokálba, beültünk egy szeparéba, mindjárt jött két macska. Hozattunk egy üveg bort, ulattunk. A végén fizetni akarok, nem találom a pénztárcát. Keresem itt, keresem ott, nincs sehol. Na mesélje, mesélje! Mit meséljek magának? Elveszett a tárca. Rendőrt hívtak, megmotozták a nőket, semmi. És éjjel 3 órakor hazajöttem egy rajtfárnék. Hát ez kész szerencség, verség. Na és? Feleségem mindjárt kérdezte. Simon, hol voltál? Erre maga nem beszélt. Ha? Mit lehet erre beszélni? Persze, persze. Nézze, maga mint világlátott ember. Ha valaki hazajön éjjel 3 óra, elsegé, fizetés napon egy krajcár nélkül, lehet-e ott egyáltalán egy szót is szólni? Na látja, ez a kényszeresség lesz. Hát, ilyenkor egy pedáns ember öngyilkos lesz. Még isteni szerencse, hogy kisé hagyott vagy. És azóta, ne szólt egy szót sem. Mit szólja? Nézd! Én gondolkoztam. Amit mondok, az csak rossz lehet. Hát akkor miért beszéljen? Hát ha csak nem akar egész életén a téma maradni. Miért ne? Mint sem, hogy elmondjam a feleségemnek ezt a dolgot. Én inkább egész életemben néma maradok. Hát ez marhasság. Persze csak meg kell szólalni. Én nem. Különben is. Minden. Hát miért minden? Ha megszólalok, kapok az asszonytól olyan két pofont, hogy rögtön megnémulok. Akkor inkább pofon nélkül leszek néma. Csak legalább aludni tudnék. Aludni sem tudok. Tudni tudom, csak nem merek. Miért? Miért? Beszélni szoktam ám. Félek, hogy valamit kikonyol. Nézze, nekem van egy ötlet. Fel fogok hozni egy lélek idomát. Hogy mi? Hogy kicsodát? Egy hipnotizőr, az majd el fogja magát altatni. Hogy nem? Hogy majd álmomban mindent kibeszéljek? Nem, nem. Hát már jó, hát ez nem komoly hipnotizőr. Egy barátom, szegő, betül a kávéházban. Nagyon ügyes szélhámos. Hát csinál magával valami hókusz-pókuszt, és maga hagyat. Álhipnotikus álomban elmond egy mesét. Hogy megtámadták az utcán? Hát érti? Hogy leütötték? Hogy elrabolták a pénzét? És maga annyira megijedt, hogy azóta sem el beszélni. Na? Hát ez így is van! Hát úgy be vagyok ijedve, hogy nem meleg beszélni. Zsinder, maga egy zseniális egy ember. Én nem is értem, hogy lehetnék szabad lábot. Aztán Szegőnek meg ad rá a húszpengőt. Na, kész a tojás! Csintén, maga még itt van? Igen, kicsit elbeszélgettem, vágó. Akarom mondani, kicsit elbeszélgettem önmagammal. Helyi barátom, kicsit szerencsét lesz. Én már sok némát hallottam életemben, de ilyen tökéleteset még sok. Na, ered fiacskám, edd meg a 10 óráit. Három, ne védj semmit! Mióta nem beszél, 3-szor annyit eszik. Valamire csak kell, hogy használja a száját. Nézzen, nagyságos asszony, valamit csak kéne csinálni ezzel a szegény emberrel. De hát mit lehet csinálni? A tegnap 2 professzornál is voltam neked. Kérem, mit tudnak ezek a professzor? Kérem, nekem van egy ismerős, egy fiatal orvos, aki nagyszerűen tud hipnotizálni. Én felhívom, egy lakik a szomszéd.
Jaj, Zsindely úr maga nagyon kedves ember. Ah, kérem, az ember kedves barátját, ilyen szerencsétlenség érte, hogy ilyen rettenetes felesége van. Solom, ott van fiam a konyhában. Hát ha beszélni nem is tud, de szemed azért van. Na, írjál itt nekem olyan egy nyugtát, délután bemegyek az irodába és felveszem a fizetést. Hogy volt? Nem tud se beszélni, se írni, csak enni. Na, mi van, vágókám? Sarko! Tudom, találkoztam tegnap a Zsindellyel. Elmondta, hogy maga hogy némult meg. Mondja, hogy is tudott ilyet kitanálni? Rényes! Kellett magának engem elcsalni a kék madárba. Én csaltam el magát, ha nem maga csalt el engem? Legalább megkiabálj. Nézd, Sarko, akar maga rajtam segíteni? Nagyon szívesen. Na, akkor ide figyelj. Itt van ez a kulcs. Ez az íróasztalunk kulcsa. De megy az irodába. Az íróasztalban talál 500 pengőt. Legyen egy pénztárcán. Tegye be, aztán jöjjön ide, és a feleségem előtt mondja azt, hogy a rendőrség megtalálta a testeseket, és náluk volt a pénz. Miféle testeseket? Hát amik engem kiraboltak az utcán. Magát kiraboltak? Várjon! Én majd azt fogom mondani, hogy az utcán megtámadtak és kiraboltak. És hogy maga is ott volt, de maga elszaladt. Hát de kérem, ne állítson meg, hogy ilyen gyáván! Még hogy én elszaladtam! Nézze, ne hencegen itt nekem! Ha ott lett volna, úgyis elszaladt volna. Na jó, rendben van. De akkor a nagyságos asszonynak legyen szíves azt is hazudni, hogy a tetteseknél revolver volt. Ezen nem ugyan. Megegyezni. Na, jó, akkor megyek és hozom a pénzt. Na, ered fiacskám, edd meg szépen azt a 10 órait. Van sok, van. Na, biztos a doktor jön. Jó napot! Itt lakik a vágósátor úr? Igen, kérem, mit óhaj? Vágóra, személyesen szeretnék beszélni, itthon van? Itthon van, de nem lehet vele beszélni. Lehet, kérem, hát nagyon fontos lenne. Sajnálom, akármilyen fontos, egy néma emberrel nem lehet beszélni. Néma? Hát hogy lehet néma? Hiszen tegnap előtt este ugyancsak kiabált. Azóta néma. Különben miért keres, én a felesége vagyok. Igen? Hát nagyon örvendek. Én Kenóci Kamilla vagyok a kék madár mulatóból. Hát kérem, megvan az erszény. Miféle erszény? Hát amit a vágó rendszített a kék madár mulatóban. Ahogy a kedves férje elment a szeparéban, a dívány alatt megtaláltuk az erszényt. Hát kérem, hogy micsoda huli csapott az ön kedves férje, azért nem kellett volna engem úgy megmondozni, hogy elvettem a pénzét. Micsoda? Hát kegyed az én férjem elmulatott a szeparéban. Hát kérem, nekem ez a kenyer. És közben kiesett a tárca. A tárca, kérem. A mi lokálunkban nem létezik, hogy valami eltűnjön. Te jó Isten, hát ettől némult meg ez az ember. Na megállj csak majd, adok én neked két madarat. Na, kisasszony, legyen szíves ebbe a szobába befáradni néhány percre. Na és a kedves kérdés is ott van? Dehogy is van ott? Majd még szórakozást is szerzek neki, nem volt elég a szeparéba? Na akkor tessék megmondani a kedves férjének, hogy a mi lokálunkban semmi sem vészel. És hozzánk várom, mikor eljöhet. Hogy ne kedves, megmondom. Sőt, majd küldeni fogom. Szerencsék volt, éppen el akart pedig hazudnom. Az utolsó pillanatban csípte meg. Kit? Hát a doktor. Ó, köszönöm, már nem kell a doktor. Hát, hogy? Talán megszólalt a néma. Még nem szólal meg, de biztosíthatom, hogy nagyon hamar nem fog szólalni. Hát tudja, kérem, mitől némult meg a maga kedves barátja? Sejtelmem sincs. A maga barátja éjjeli mulatóban loppolt, és a szepar
Nem, ugyan kérem, hát ez talán valami tévedés. Ez nem tévedés, kedves Gindelő, ez a valóság. Itt a pénztárca. Hazahozták, megtalálták a szeparéban a dívány alatt. És hazahozták. Ugyan. Úgy van, hát akkor kedvenc sok valamint rohanok és szólok a doktornak, hogy ne jöjjön. Na csak hadd jöjjön a doktor, csak hadd jöjjön. Hadd lássam, hogy mire képes egy férj a 20. században. Na biztos a doktor lesz. Krisztián, doktor Szegő vagyok. Hol a bet? Azonnal írom. Húságos, Isten, hogy mi lesz itt? Fiacskám, itt a doktor. Miattalan. Két nap óta nem tud beszélni, szegény. Dehogy nem kérem, tud ő beszélni, csak egy viccet akar csinálni a nagyságos asszonyra. Ne szóljon bele, kedves Indejú! Nem tud beszélni, és passz. Jöjjön le! Nézzen a szemem! Most el fog hallózni. Szépen felállt. Népen felfele. Szigítja a szemét. És szépen elmondja, mi történt önnek. Jaj, Isten! Hol vagyok? Szervusz, anyukám! Milyen minden? Kérlek, anyukám, tudod, az úgy volt, hogy tegnap előtt este, késő éjszakáig benkürcöltem az irodába. Mérleget csináltam. Aztán felvettem a fizetésemet. Aztán sarokóval elindultunk hazafelé. Gondolkozzon meg, Gókkel. Talán mégsem így történt a dolog. Vagy mit akart tenni? Csak nem gondolja, hogy hazudott. Kérem! A hipnotikus állapotban a beteg csak a színtiszta igazat mondja. Na, hallod ezt, anyukám? Doktor úr, hipnotikus vagyok? Amit én neked mondok, az szent igaz. Na halljon, mi történt? Az anyukám neki a bájt olyan nagyon, mert felébredek. Kérlek szépen, megyünk az utcán, és egyszer csak elég ugni két marcon alatt. De mind az ötnek a kezében egy revolver. A rémes! Azt elhiszem, hogy rémes. Hát, ami még azután következik... Na, no, még rémesebb lesz. Azt mondja, az egyik uton állok. Pénzt vagy életet. Erre az a gazember sarkó elszáll. És miért nem szaladtál el te is? Én vagyok. A te férjed elszaladt. Egy Vágó Sándor. Még hogy utánam lőjenek, hát. Hát mit csinálsz, hát? Nekik ugrottam, anyukám. Adtam egy pofont jobbra, adtam egy pofont balra. Megint jobbra, megint balra. Hát az égén már egész dagadt volt az arcom. Nézze rá, Gókkel. Nincs semmi értelme, majd tovább lesz. Atyas azt, hogy be úgy is tud mindent. Nézze, hagyjon engem jó. Hát kérlek szépen, egyszer csak, egy nagy bunkóval fejbe vágta, és a rablók elvették a pénztárcát. Annyi baj legyen, fiacskám, a főz nem fontos. Az a fontos, hogy életben maradtam. Nem lesz nagy örömbe benne. Hát kérem, hogy mi történik, hogy fel tudom képezni. Hagyjon kérem, olyan jól alszom. Doktor úr, nem lehetne úgy, hogy én ébredek fel, és az asszony felejtse meg innen. Minden elfeled, érti? Na nézzed, anyukám, hogy milyen ébred asszony.
Megérintenek és már fel is ébredtek. Á, csak nagy tudomány ez. Fiacskám, adj el a doktor úrnak 20 tengőt. Megérdemli? Nagyon szívesen, fiacskám. Parancsolj. Köszönöm szépen. A szolgálja. Na, ezt megúsztam! Igazán? Most hiszentem, hogy mindig álmodsz. Hát te, gazember, te a két madárba jársz! Mondja, mit csinál? Maga elárult engem. Én ezt szóta szóltam. A táncos nő elveszte a pénztárcát. Nekem nincs mit felvennem. Te pedig a két madárban a szeparéba dörzsölsz, és költöd a drága pénzt. Fiacskám, ez egy aljas rágalom. Kérem, maga úr! Nincsen semmi baj! Dehogy nincs! A rendőrség elfogta a tetteseket! Dehogy fogta! Engem elfogta! Itt a pénzt tartsa benne a pénzt! Adja csak ide! Miféle pénz ez? Spagoroltam! Spagoroltál? Na legalább ezt miről megcsináltassam a tavaszi kabátomat! Na, hát nem megmondtam, hogy kifosztottam!